Mielőtt elkezdődne a videó, hadd mondjam el, hogy kövessetek be Twitch-en, hogy ne maradjatok le az élő adásokról. Link a leírásban. Blitzkrieg! What the hell is happening? I just push through. Killed two of them. Első lövés azon nem lőttem pofán a csávót? Hogyan ők ráci ez a könyörgöm? Viszont akkor köszönöm szépen a figyelmet, srácok, mindenkinek, remélem tetszett a live, és... Figyelj, Tibi. Igen? Elég, ha átmész a másik szobába, és megköszöned anyjának, magapónak, hogy néztél most. XDDDDDDDDDD. You know, it's always a good time for Slav Polka. Az nice. Hol a másik? Oh, ne, Twitch! Oh! De miért lövik a barikádon? Én meg egyet tudom. Ekkor az egy dolog. De ő nem tudom. És akivel kaptam. Jaj! Mondom, hogy az ember csak. Jaj! Az utca az el... Oha! Oh, baby! Esélytelen, bemondok szájtra, göcsi. Tehát ez konkrétan, ezek úgy bejöttek szájtra, hogy... Áh. Én taszogom. Baszki! Ah, ezt egy pillanatra meg... Baszki, nem tudtam jelenteni. Az az nagyon szép... Eltaláltam akkor, nagyon jó. Ott még egy nagyon szép Joker, mi van veled? Oh, ott van. Yes. Kupács. Guarda tropas. Oh! Jó volt a megjelenés. Oh, az volt a bandit. Szedik ki a gút. Both of them right here. Shield bugot, fel tudsz engem szednem. Nice. Oh, nice. De menjünk. Várjál, én most amatik granadét. Az meg volt a frost. Nem tudom, honnan jönnek. Mindenhonnan hallok hangokat. Blitz, erről vagy Monty. Gyere, csald elő, csald elő. Oh, kettőt! Mi van? Ez klip, srácok, ez nagyon nagy klip! Úristen! Ne. Kedvenc mondatom, ez random honnan jönnek, mindenhonnan hallok hangokat. Nem kell annyit Steve-ni amúgy. Benji, b***eg! Figyeld! Az igen a csin. Visszagyert a Buddha izé, bögé. Ja. Ja. Félre nyíltem, mert kiad. Vagy félre. El a csoptát. Úristen. Benji... Hol van, nem tudom, hol van. I'm so sorry.
Milyen menő pálya, szerintem tetszik, tetszik a pálya, meg minden, csak... Monster kill. Meg a kicsit a kanyarodása és kicsit ilyen... Bullshit. Úristen, mi történt? Jézus Isten! Jó. Mennyi nem... Húha! Húha! Mi történik? Úristen! Na, srácok! Flatmobile. Úristen, ember! Mi van ezzel az autóval? Azt a mondatot, hogy ez a leggyorsabb kocsi a játékban, ezt nem csak úgy mondtam, jó? 580-nál mentem? Komolyan? Jesus! Ó, oh, hello, Mizu! Ó, oh, hello, Mizu, mi van? Ezt rohadt, mit nyomtam itt le? Úristen, na mindegy. Na, akkor tudom befejezni. Úgyhogy ezért... De előttem van a shield, és én sem. De ilyenek vannak, mi a fene? Srácok, most komolyan kérdezem. Ilyenek vannak Silver 4-ben. Mi az Isten? Egy 1165 killes csávó, és 45 winje van Season 2-ben. Miért vannak itt? Egy baj van a játékban. Egy hatalmas baj van. A matchmaking rendszer. Azért is, mert láthatottak az előbb is, Silver 4-ben összes ranked meccset nézve, az összes meccset nézve tele van százassal, olyan mint a Fortnite. Olyan mint a Fortnite. Tele van próval, akármilyen szinten vagy, legalsó szinten vagy. Összedob téged egy olyan legendával, aki ellen semmi esélyed nincsen. Tegyük fel, új vagy a játékban, Apexben. Mi is így elkezdtük még annó az Apexet, még úgy fogtuk fel, azért vesztettünk folyamatosan, mert bének voltunk, mert nem tudtunk lőni, meg kell szokni a lövést ebben a játékban. Ha összedob 60 embert egy meccsbe, mondjuk abból a 60 emberből mondjuk úgy 30, tegyük fel 30, egy ilyen százas, azt hiszem reálisabb szám. És hogyha most mindenki leugrik, mert látjátok, figyeljetek, rengeteg ember leugrik, közöttük van kb. A fele legenda, a fele meg nem. És a meccs elején azért nem találkozunk szerintem rendes játékosokkal, mert megölik őket. A legendák. Új vagy, akkor nagyobb esélye be fogod szopni. És így elvesz a játék kedvedet a sok legenda. Már nem tudom ezt egyébként hogy lehetne olvasolni. Mondjuk a Rainbow-ban is bevezették a Newcomer-t. Szóval itt is lehetne egy olyan játékmód egyébként, ami a kezdőknek szól. Például mondjuk 50-es szint alatt esetleg a szintet is nézzék a matchmaking közben, ne csak a rankot. Én szerintem így jóval növelni egyébként a játékélmény szerintem, hogy nem csak legendákkal csatálsz. Mert volt csomó olyan meccsünk egyébként, amiben 10 percig mentünk, csak úgy. És kerestünk embereket, és akivel találkoztunk első ember egy 10 perc után, már ez is egy ilyen olyan százas volt, hogy esélyünk nem volt lelőni. Mert úgy... Így mozogtak, érted? Mint a veszett egér, konkrétan. Szóval... Esélyünk nem volt, magyarul. Ez Isten. Óha!
Ne laggolj, légy szíves. Micsoda team kilöcsém! Mi van veled? Istenem, mit nyomtam itt te? Micsoda play volt ez?